Megkezdték határozatlan idejű sztrájkjukat a tanárok, országszerte számos iskolában szüntették be a munkát a pedagógusok. Közben több ezer diák a Kossuth téren tüntetett, hogy kifejezze szolidaritását. Fülöp Barnabással és Totyik Tamással beszélgetünk. Totyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, és Fülöp Barnabás a hallgatói szakszervezet tagja. Jó estét kívánok! Köszöntöm a stúdióban önöket! Jó estét kívánok! Talán a legnagyobb meglepetést azt hiszem ma a diákok okozták, hogy a pedagógusok sztrájkjáról lehetett hallani. Egyetért velem? Rengetegen tüntettek. Én a diákokat külön kiemelném, de a társadalmi támogatottság, én úgy gondolom, a rendszerváltás óta a pedagógus társadalom részére most volt a legnagyobb a mai napon. Ez miben mutatkozott meg, ez a szolidaritás? A diákok részéről, tehát ez nem várt, mi sem vártunk ekkora támogatást a diákok részéről. Ez meglepetésként ért, és a szülőknek a kiállása, hogy rengeteg szülő nem engedte a gyermekét az iskolába, annak ellenére, hogy az ombudsman írt egy fenyegető levelet, az intézményvezetők mindent megpróbáltak tenni, hogy lebeszéljék a szülőket arról, hogy ők se engedjék az iskolába a gyerekeket. És a rengeteg szolidaritási nyilatkozat, amit kaptunk, az azt mutatja, hogy a társadalom nagyon bízik bennünk. És ezért mi nagy hálával és köszönettel tartozunk mindenki irányába, aki ezt kifejezte nekünk. Arra szülőket rögtön az elején behozta, hát szülő legyen a talpán, aki tudja, hogy most mit csináljon egyébként a következő napokban, mert hogy hát ellentmondó információk jönnek, van, ahol az igazgató kéri, hogy menjenek a diákok az iskolába, valahol a szülői napot, tehát nem igazolja le az iskola, elveszik a szülői nap. Mit tud mondani a szülőknek? A szülők részére az, hogyha ők azt akarják, hogy a jövőben stabil oktatási rendszer legyen, és megfelelő létszámú, szakos ellátottsággal rendelkező oktatási intézmények legyenek, akkor segítsék a tiltakozó akciónkat. Mert a következő időszakban nagyon komoly vérvesztességet fog szenvedni a közoktatás, elsősorban a pedagógus létszám tekintetében. A szülők pedig, ha ilyen típusú támadások érik, vagy felszólítások érik, a három szülői napon kívül lehet a házi rendet szülői kezdeményezésre is módosítani, ahol több igazolással rendelkeztetnek, és egyébként az intézményvezetőnek külön jogosítványa van arra, hogy a plusznapokat igazolja egyedi eljárások keretében. Tehát lehetne igazolni. No, Barnabás, mesélj arról, ti hogy csatlakoztatok, és miért csatlakoztatok? Ugye te nem a középiskolások képviseletében vagy, mi hanem a hallgatói, felsőoktatás, a hallgatói szakszervezet. A hallgatói szakszervezet képviseletében vagyok itt, és a miértek azok részben triviálisak, részben magától értető, részben pedig általánosabb szempontokból adódnak. A triviális része az, hogy a tanárok megbecsültsége, megfizetése mellett a tanárképzésben résztvevő hallgatóknak az oktatás minősége is, hát finoman szólva, hogy némi kívánnivalót maga után, borzasztóan leterheltek, teljesen mind bürokratikusan, mind a kurrikulumot illetően vállalhatatlan az, hogy egy osztatlan tanári képzésben gyakorlatilag három kutatási képzést, pedagógiait és két tantárgyi kutatási képzést végeznek szimultán, és emellett hát nyilván nem jó szívvel végez önkizsákmányoló, kiégető munkát és tanulmányokat az a tanárszakos hallgató, akinek az esetében ennek a kifutása az megalázóan alacsony. Ha egyáltalán elmegy oda. Ha egyáltalán és elmegy. És aztán utána, ha elvégzi, akkor a pályán marad, mert ugye nagyon-nagyon kevesen maradnak a pályán. Mind kellene változtatni szerinted? A képzésben, és aztán nyilván a pedagógusok követelését tudjuk, mit mondanak az a hallgatók. Az első lépés az, azt gondolom, hogy mindenképpen az, hogy a bérköveteléseket és a béremelési követeléseket rendezzék, anélkül nem megy, utána van lehetőség arra, hogy az egyetemek, a tanárképzési szakok esetleg autonóm módon próbáljanak kitalálni újfajta megoldásokat ezekre a helyzetekre. Csak hát ugye azt látjuk, és ezért is csatlakozik a hallgatói szakszervezete ez a kezdeményezéshez, hogy az egyetemi autonómiát is előszeretettel támadja ez a autokratikus, nagyon tekintélyelvű, mindent kézi vezérelni akaró konstrukció, és ezért az például a hallgatói szakszervezet egyik kampánya amellett, hogy minden tüntetésben, például a pedagógus jelöltek, a pedagógusokért tüntetésben is segít a szervezésben, hogy plakátoljuk át
a fizessék ki a tanárokat hashtaggel, azokat a homofób népszabadást megalapozó plakátokat, amiken a védjük meg a gyerekeinket szlogen áll. Hát ez a ti kampányaitok. Hányan csatlakoztak, mit tud mondani? Én egy számot látok, Gulyás Gergely köszönetet mondott a tanárok 87%-ának, akik az adatai szerint nem vettek részt a mai sztrájkban. Pontos adatot még nem tudok, mert mi a két szakszervezet szervezte, és a két szakszervezethez befutott külön-külön is adat, tehát ezeket az adatokat össze kell fésülni, ez az egyik. A másik, a miniszter úr csak az állami intézményekről beszélt, az állami intézményekben 88 ezer pedagógus van, a 88 ezerhez képest ez a 15 ezer pedagógus, amiről ő beszélt, ami a mi megítélésünk szerint azért valamivel magasabb, illetve hát jóval magasabb, ezért ez azt jelenti, hogy nagyon komoly erők mozdultak meg, annak ellenére, hogy a sztrájk törvénnyel, ugye a Lex pedagógus sztrájk törvénnyel teljesen kiürítették a sztrájk lehetőségét, ehhez képest ez a szám egy igen magas arány, és minden erőt megmozgatott a kormány, hogy lehetetlenné tegyék. Nagyon sok példa van, ami a mai nap folyamán... A legkirívóbb a következő volt, hogy rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el az oktatási intézményben. Hát a rendkívüli tanítási szünetet akkor lehet elrendelni, ha járvány van, vagy természeti katasztrófa van. Hát nem tudom, hogy a pedagógus sztrájkot most az igazgató rendelte? Ezt az igazgató rendelte, hát most a pedagógus sztrájkot természeti katasztrófának tekintette a döntéshozó. De volt olyan is, hogy a sztrájkolókat a mégelégséges szolgáltatásba beosztották, és akik meg nem sztrájkoltak, azok pedig ott ültek bent a tanáriba. De lehet folytatni ezeket a történeteket. Volt olyan, aki azt mondta, hogy a délutáni órákat, a foglalkozásokat megtartja a gyerekeknek a napközi és pedagógusként, és arra kötelezték, hogy akkor sztrájkoljon tovább, ami a sztrájk törvénynek az alapvető felrúgása a munkáltató részéről. Tehát ezek hihetetlenek, mikor a kormány arra szólít fel, hogy tartsuk be a törvényességet, jó lenne, ha másik oldal is ezt annyit megtenni. Mondjam, még határozatlan idejű a sztrájk, de hogyha jól tudjuk, akkor ma, holnap és holnap után folytatódik, utána is fogják folytatni, ha nincs eredmény? A kormánytól várjuk továbbra is azt a döntést, amiben ugye ma Gulyás miniszter úr is nyilatkozott, hogy az a 30%, amit az Európai Bizottságtól kapunk, milyen ütemezésbe, milyen indexálás, ugye, mert az Európai Bizottság azt is meghatározta, vagy javaslatként tette, hogy a béremelések ne veszítsék el az értékét, ehhez valamilyen vetítési alaphoz kössék ezt, és akkor a kormány mekkora önerőt fog ehhez hozzátenni. Tehát ezeket tételesen le kellene tenni az asztalra, illetve hát volt másik három sztrájkkövetelésünk, amiből kettő hajszányi különbség volt a kormány és a szakszervezetek álláspontja között, tehát ezek között meg lehetne állapodni, és még mindig nyitva van a kapu a kormány előtt. Tehát, hogyha lesz megállapodás, nem folytatják, ha nem lesz, így akkor van. Viszont folytatják. Így van, konkrét írásbeli javaslatot akarunk látni, hogy a kormány ezt hogy akarja. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak. Mi köszönjük szépen a megkeresést és a támogatást.